Az idén 2 éves Quintet koncertjeinek legnagyobb része saját szerzeményekből áll, melyre nagy hatással van a kortárs amerikai és európai jazz világa. A Nagy Emma Quintet repertoárjában néha felbukkan egy-egy darab az előző évtizedekből, például Herbie Hancock vagy John Coltrane egy-egy szerzeménye, de akár beférkőzhet a könnyű zene is, például a Radiohead. Azon gondolkodtam, és remélem, hogy nem fog titeket megbántani ez a kérdés, de egy szerintem az a közeg, aki nincs benne a jazzben, az egy picit az egész műfajt egy hasonlónak látja, megérzékeli. Aki nem mondjuk aki nem jazzértő közönség. Ezért az a kérdés fogalmazódott meg bennem, amire aztán meg is kaptam a választ, amúgy, de azért érdekel a ti véleményetek, hogy mivel lehet ma újat mutatni a kortárs jazz világában? Fú, hát ez egy elég nehéz kérdés. Aztán láttalak téged is, és hogyha nem bántalak meg, akkor az a két dolog fogalmazódott meg bennem, és ültem az öltözőbe, és be is jött a Geri, a kameraman, és mondta, ilyet még nem is mondtál ma, és így nézve, ez brutális jó, hogy te egy kicsit ilyen Björk és Dua Lipa keverék vagy nekem, ezt megkapod sokszor? Én fél éven a Dua Lipának jobban örülök. Én fél éven keresztül mondtam hetente az Emmának, hogy tiszta Björk. De, sőt, az egyik lemezkritikánkon is megjelent, hogy az Emma kicsit björkös. Aha. De szerintem ezzel semmi baj nincs, de annyira nem örül. Nem, azt nem örülök. De tudod, alapjáraton én sem vagyok Björk fan, sokkal inkább vagyok Dua Lipa fan, de mondjuk azt hittem, hogy neked sértés a Dua Lipa. De tudod, és visszakanyarodva a kérdésemmel, most úgy tűnik egyelőre én beszélek többet, mint ti, de ő tényleg annyira hatás alatt vagyok annak, amit csináltatok, mert azt gondolom, hogy ezt kell csinálni ma a jazzbe, amit ti csináltok. Hogy ennyire, hát nem tudom, hogy ezt hogy fogalmazom meg, de nagyon ütős, nagyon erős, és én azt éreztem, hogy a ti előadásmódotokban végre nem az történik a jazzzel, amit nagyon sokszor látok, hogy egy ilyen emelkedett, kicsit snobéria történik a színpadon, amihez nehezen lehet közel férkőzni, hanem ti így iszonyatosan belecsaptatok a lecsóba, és mondjuk mint egy pop frontember vagy frontasszony, így nagyon taroltatok. Vagy hát most így ezt rád értem elsősorban. Ti hogy látjátok ezt? Ez egy tudatos dolog volt, hogy ti ilyen irányba menjetek el, vagy ez így ösztönösen jött? Szerintem ez csak úgy jött. Uh-huh. Amikor volt a legelső próbánk, még nem is ebben a felállásban, hanem még az első zongoristánkkal, a Pap Tomival, akkor standardeket dolgoztunk fel, de már akkor is érződött, hogy inkább kicsit valami más irányba szeretnénk elmenni, és utána Emma elkezdte hozni a saját szerzeményeit, először ő hozott saját számokat, utána meg a Peti, a gitáros, és valahogy abban, amikor azokkal elkezdtünk dolgozni, akkor érződött, hogy ez a fajta a dolog a mi hangunk, a mi önkifejezésünk, az ez illik talán a legjobban. Hát igen, valamennyire ösztönös, de közben meg nagyon sok apró döntés, amit így meghoz az ember, akár egyenként, akár közösen, és abból alakul ki valami mégis ösztönösnek tűnő, nyilván az, ha szerencsénk van. Uh-huh. Nem tudom, de hogy közben igazából, mivel ugye a jazz is egy ilyen iszonyat tág fogalommá vált, meg az, hogy tényleg most így a kortárs jazzben, hogy mi számít igazán kortárs jazznek, szerintem ezen nagyon sokat lehetne vitatkozni, meg minden, de valójában igen, ezek ilyen apró döntések, amikből így ez alakult ki. Szóval szerintem amúgy igazából tudatosak vagyunk, csak... Is. Igen, tudatosak is, meg ösztönösek is. Igen. Tehát tudatosak is vagytok, de a tudatosság nélkül is szuperül működik a kémia, azt látom. Hát ez valahogy olyan, hogy mint amikor az ember leül gyakorolni, hogy amikor gyakorol, akkor nagyon tudatosan, és amikor meg felmegy a színpadra, akkor elenged mindent, és azt hozza elő, ami magában van. Próbákon, hát nem tudom, emlékszem egy próbára, volt, hogy egy aranzsot fél órán keresztül csiszolgattunk, hogy hol szól az a legjobban, meg hogy, és amikor meg felmegyünk, akkor lehet, hogy az úgy szól, mint ott improvizáltuk volna azt a párbeütést. Aha. Szóval ez egy ilyen nagyon koherens dolog.
ez az egész. És mennyire impro az, amit mondjuk te énekelsz, vagy amit ti játszotok? Hát ez úgy van, hogy ahogy az Ábel is mondta, vannak például arancsok, amiket leírunk. Vagy, tehát, de mondjuk melyik előre. Az, ami dominál? Inkább megvan az alapszerkezet, és akkor mondjuk 70-30%? Hát én egy olyan 60%-ra mondanám. Én 55-45-re, de nem, hát hogy kicsit... Hát nem tudom, mert például van egy számunk, az Earth című, abban például egy darab improvizáció sincs, az végig meg van írva. Az egy ilyen lassú ballada, de van olyan szám, ahol meg az elején elhangzik egy fődallam, és akkor közepén 4 percen keresztül improvizáció, csak az van megbeszélve, hogy émol. És akkor néha abból kimegyünk, bemegyünk, ki mit hall. Változó ezeknek az aránya. Igen, de nagyjából változó, ja. Szerintem a fele-fele azt megbeszélhetjük, olyan fele info, fele megírt. Jaj, talán. Csak hát igen, ilyen markáns témák vannak. Uh-huh. Azok vannak, és akkor azokhoz viszonyulunk. Igen. Uh-huh. Beszélgettem ma itt a Petivel egy másik projekt kapcsán, és ő mondott egy olyat, hogy nem feltétlenül kell mindenkihez eljutni a jazznek, és hogy a jazznek nem kell soha a mainstream platformokon nyomulnia, úgymond, de én például azt érzem bennetek, és bocsássatok meg, hogyha ez most az én filozófálgatásom, hogy ki akarom bontani ezt a gondolatot, de én azt érzem bennetek, hogy ti túlnőttetek a jazz korlátainak, és ez a formáció el tud jutni egy csomó olyan emberhez, akinek önmagába véve a nevezzük klasszik jazznek, az too much. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy én egyszerűen azt látom benned, meg ezzel veled, és ezt a formációt veled az élen, úgy látom, hogy ez ki tudna törni sokkal szélesebb közönség felé. Titeket érdekel ez egyébként, vagy kényelmes a saját világotokban meglenni, és nem akartok más területekre tévedni, nem akarsz nagy sztellen, nem akarsz nagy színpadokon játszani, és nagy közönséghez szólni? Hát igazából engem ez amúgy tök érdekel, vagy hogy tök olyan, szóval, hogy ugyanannak a közönségnek játszani, vagy hogy így bekategorizáljuk magunkat, vagy nem tudom, annak is szerintem nincs értelme, és így igazából szerintem az lenne jó, hogyha bármilyen zenét, bármilyen közönség előtt, vagy bármilyen színpadon, bármilyen nagy színpadon. Igen, ez nagyon szépen hangzik, de nincs igazam abban, hogy azért ennek a jazz szakmának meg vannak nagyon a saját szigorú szabályai, és mondjuk ez a közeg nem annyira befogadó? Hát ezt én nem tudom. Szerintem minket befogadnak. Szerintem... Vannak befogadó... Nem mondta ki a tanáraitok soha, hogy ilyet a jazzben nem kéne csinálni? Nem. Olyan, egy totális nyitottság olyan, van? Olyan volt, hogyha mondjuk az All the Things You Are-ra játszottunk, akkor na, oda talán nem azt a hangot kéne játszani, de olyan, hogy mondjuk írtunk egy számot, azt megmutattam a tanáromnak, olyan nem volt, hogy hát tesó, ezt azért nem kéne. Ilyen nem volt. Aztán lehet, hogy vannak ilyen kicsit vaskalaposabb, kicsit nehezebben nyitott emberek, de én ilyenekkel kevesebbet találkoztam. Nagyrészt én befogadásra befogadást láttam így nagyrészt a zenészek részéről is, a jazz hallgató közönség részéről is. Mondjuk volt egy-kettő ilyen, akik mondjuk a kicsit a mainstream-ebb jazz szeretik, a kicsit ilyen szabadabb improvizációnkra, hát már nem annyira tetszett nekik, de azt vettem észre, hogy aki valamennyire is nyitott, az nagyrészt az emberek nagy része azért talál valami, legalább egy valami részt, ami tetszik hát, neki a zenénkben. Igen, igazából nagyon vegyes ez az egész, még így mondjuk itt Budapesten is a jazz zenészek. Azért szerintem valaki a falra mászik ettől, valakinek persze. Meg tetszik. Uh-huh. És ez tényleg iszonyat vegyes. Igen. De ez nem tudom, ez olyan, mint hogyha valaki klasszikus zene rajongó. Vannak olyan karmesterek, akik Mozart utáni zenét nem hajlandóak játszani, mert hogy az már ilyen elvilágias volt. A Mozart előtti az az igazi. És akkor, hogyha meghallja Schönberg nevét, akkor kiúrik az ablakon, de... Nincs ilyen. Jó, akkor nincs. Sarkítottam, hogy jobban érthető legyen a hasonlat.
És de biztos a jazzen belül is, mondjuk ennek a történelme nyilván sokkal kevesebb, nagyjából 120 év, de ezen belül is vannak ilyen, akik csak ezt a fajtát szeretik, csak azt, és van, akik sok mindent. Meg szerintem az a nehéz, hogy mindig van ez egy örök ilyen dilemma, vagy kérdés, vagy probléma mondjuk mindenkinek, hogy például nem tudom, hogy fiatal zenészként mit engedhetünk meg magunknak, igen, vagy fiatal jazz zenészként, vagy mondjuk még nem tudom, meddig mondjuk. Tehát, hogy valakinek ez is amúgy fura, szerintem, hogy mondjuk saját számokat játszunk csak, vagy hogy miért ezt, nem tudom, miért nem standardeket játszunk, vagy hogy, tehát, hogy vagy nem is ez, csak hogy elve, hogy mit engedünk meg magunknak. De egyelőre azt látom, hogy mindent megengedtek magatoknak, és valahogy ezt kéne megtartani, ezt a szabadságot, ami bennetek van. Remélem, hogy ez továbbra is így fog maradni, de motoszkál a fejembe az a kérdés, hogy miért tetszik neked jobban az, hogyha a Dua Lipához hasonlítanak, mint az, hogy Björkhöz, és mi a baj a Björkkel? Nem, sem. De tényleg kíváncsi vagyok a véleménye nyugodtan. Én ezt most csak hirtelen így a külső tudom. Jaj, egy csajos megközelítésből? Aha, most csak úgy, igen, rávágtam. Egyébként annyira nem vagyok nagy Björk rajongó. De persze, amúgy oké. Vagy igen. Nemrég vettétek fel az első lemezeteket, de azt olvastam, hogy már a másodikra is készültök. Azért jól vagyok informálva? Régen. Hát több mint egy éve vettük fel az első lemezt. Aha. Én most egy éve, télen vettük fel, igen, 2018 decemberében vettük fel, december közepén, és hát az volt a terv, hogy most május 8-án vonulunk stúdióba, csak hát a, hogy szokták mondani, a kialakult körülmények miatt, a kialakult helyzet. Kialakult helyzet úgy hozta, hogy sajnos ezt el kellett tolnunk július végére, és akkor fogjuk felvenni a második lemez. És milyenek ezek a zenei világok, ez a két lemez? Meséltek kicsit arról, hogy mi a különbség közte, van-e fejlődés vagy változás bennetek? Hát reméljük, hogy van. De változás az biztos van. Szerintem fejlődés. De szerintem biztos fejlődés is. Hát szerintem van, hogy kész lesz a másodiknak az anyaga, mert mondjuk jelenleg azt mondanám, hogy ilyen 80%-os a második lemeznek az anyaga. És hogyha az kész van és felvettük és visszahallgattuk, akkor lehet majd szerintem mást valamit mondani. Hát ami valószínűleg eszembe ötlőbb, hogy volt egy tagcsere, más a zongorista, az első lemezen még Pap Tomi zongorázott, most pedig már Tálas Áron. Ezen kívül... Hát szerintem nagyon hasonló és nagyon különböző lesz. Na, ja. Mesélj még egy kicsit erről. Hát szerintem nagy, tehát hogy így a hangvétele a dolognak az talán ez, hogy az úgy megmaradt. Én azt gondolom, viszont így szerkezetileg különbözni fog egy kicsit, meg hát azért amúgy kiforrottabb dolgok lesznek, mert ezt az első lemezt, ezt nagyon hirtelen vettük fel, amint ilyen, így felvettünk egy lemezt, jó gyorsan vegyünk fel egy lemezt. Ja, valamikor ősszel találtuk ki, hogy legyen lemez, vagy ősz elején. Ja, nem tudom. És akkor kitaláltuk, hogy jaj, mindenki írjon rá számot, és akkor jaj, mindenki írt egy számot. Bementünk, felvettük, én amúgy szeretem, így néha-néha visszahallgatom. Nem, szóval amúgy tök jó, jó dolgok. De azon azért talán érződik, hogy a tényleg az egy friss induló zenekar, kvázi. Akkor még egy évesek se voltunk, amikor megjelent a lemez. De ez jó is valószínűleg, hogy érződik ez rajta. Majd sok év múlva, hogyha visszahallgatjátok, persze, akkor igen, az legelső stációt is meg tudjátok igen majd ezeket jó különböztetni. Ezeket jó látni. Ti egy nagyon friss banda vagytok, de annak ellen meg eleve nagyon fiatalok vagytok, de nyertetek egy csomó díjat. Ez azért elég meglepő és elég különös, nagy megtiszteltetés volt nektek. Ti érzitek ezt magatokon, hogy a kortársaitok közt egy kiemelkedő banda vagytok, vagy ezt hogy élitek meg ezt a dolgot? Hát ez olyan fura igazából. Néha meglepődök, hogy ismerik az emberek a zenénket. Úgyis általában mindig meglepődök, hogy ismerik a zenénket, de amúgy meg ez olyan fura, mert egy csomó barátom van, nem egy csomó ilyen haverunknak a barátja mondta, meg nem tudom, hogy ezek így hogy terjednek ezek a dolgok. Annyira nem viszik túlzásba hát, amúgy az interneten, szerintem meg így... Hát nagyon promó nincsen, igen. De hát mondjuk itt nagyrészt főleg így Pest környékén azért könnyen terjednek a dolgok. Igen, meg mondjuk... Láttam, hogy te ilyen személyeseket posztolsz a Facebookra.
Az szerintem egy nagyon különös megkapó kommunikáció, meg mindig alá is írod, meg ilyen személyes dolgokat írsz ki, nekem ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és egy kicsit egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon friss, fiatalos, csaj vezetésű jazzbandának tűntök ezáltal, és egy kicsit így belátni az Emma szívébe, hogy mi történik vele. Igen. Szóval, hogy szerintem ezt így keep going, mert ez működni fog, mint marketing. Engedjük most el a karantént, mert amikor kijön ez az interjú, akkor már valószínűleg nem lesz. Okay. Mik a távlati tervek? Szeretnétek fesztiválokon játszani? Vagy milyen bulik vannak itt a láthatáron? Szerintem mindenki szeretne fesztiválon játszani. Nem, jó, mindegy. Nem? De. Jó, mondjad. Én akartam mondani. Jó, mondjad, mert én nem tudom. Engedj már, mondjam. Mindig elnyom. Helyes. Hogy hát most amúgy tök jó. Ja, most, na mindegy, szóval, hogy elég ezen a nyáron mentünk volna, vagy lehet, hogy megyünk, még nem biztos, Spanyolországba 3 fesztiválra, wow. Ami már majdnem turné. És hogy jött ez? Ezt már lehet turnénak nevezni nyugodtan. Nem kell majdnem. És hogy jött ez a felkérés, hogy honnan? Hát egy jazz verseny keretén belül igazából. Getxo. Nem tudom, hogy kell mondani, Getxo. És hát ez egy jazz verseny, ahova elküldtük a jelentkezésünket, egyébként elég sokan jelentkeztek, vagyis szoktak jelentkezni, így elég, hát így van neve ennek a versenynek, és beválogattak a döntőjébe, ami egy fesztivál keretein belül lesz, és egy csomó tök jó olasz, meg amerikai jazz zenésze, vagyis hát, hogy igazából öten leszünk így zenekarok. Uh-huh. Nagyon menő. És akkor így, igen, ennek köszönhetően meghívtak még két másikra. Környékbeli fesztiválra, vagy ilyen rendezvényre meghívtak koncertezni. Aztán, hogy ez most meg fog-e történni, vagy nem, azt... Valószínűleg meg fog, csak tolódik. Maximum. Volt olyan forgatókönyv is, hogy ha törlik az egészet, akkor 21-be az komplet műsort megfizik 21-be, ami nagyon jó lenne. Meg ami még tök jó volt, hogy tavaly a Szigeten volt koncertünk. Az igen, láttam volt. Ezt. Melyik színpadon? A jazz és magyar, opera. Nem, ami magyar kultúra, nem tudom. Aha. De ott klasszikus koncertek is voltak, meg egy-két ilyen színházi. Aha. És az utolsó napon kezdtünk valami 11-kor, vagy mikor, és elkezdett esni az eső, csomóan bejöttek, ott feküdtek a pufokon. De menő. Jó volt. Jó, ezek az egyik legjobb szigetes koncertek egyébként, amikor igen. Így az időjárás összeveri az igen. Embereket. Voltak épp a Foo Fighters volt az előzenekarunk, mert amikor ők... Nagyon menő. Nagyon örülök a sikereiteknek. Köszönjük. Remélem, hogy minél többet fogunk rólatok hallani. Gratulálok. Remélem. Köszi.
set to face. Space between us just grow by time. Immortal chunks will spill out. Set to face. Set to face. Just call my name. I will always come. Remember when you ask. Set to face. Set to face. Myself red tight. Damage as we see. Talking head with always bounce. Set to face. We see talking a bit always bounce.
set the face. Just call my name, I will always come to remember when you ask, set the face. Thank you.
Rebel Passion.